Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Mai napon a régi idők legendás autóival foglalkoznék, a 114-es számával, amibe a Volvo 144-es kerül bemutatásra. Szerencsére megvan a retroautós változat is, úgyhogy lesz egy összehasonlító is. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, ezt a két modellt, illetve szokás szerint ugye az újságot. Ha kíváncsiak vagytok erre, akkor tartsatok velem, és akkor már is belekezdünk. Na, nézzük, akkor félretesszük addig a modelleket, amíg az újságot átnézzük. Ugye itt már az újság elején, illetve hát az újságban is a modell frissített, az 1969-ben volt egy ilyen nagyobb modell frissítése. Ez az a példány. A maga a modell, ugye, amit kaptunk, ez meg a, ugye az első példányok közül való. Itt láthatjuk oldalról. Biztonságos, mint egy tank címmel olvashatjuk a történetét. Ugye nekem ezek a korabeli Volvók azért tetszenek nagyon, amiért például itt is írja, hogy a megjelenésében egyáltalán nem hivalkodó, konzervatív modellt dobott a piacra, és a közvélekedés szerint is az eddigi legbiztonságosabb autó. Ugye nagyon letisztult formavilága van, ez szinte egyenes vonalakból áll, és mégis teljesen időtálló volt, hát még a 90-es évek elején is erre az alapokra építettek autót, és építkezett a Volvo, és teljesen időtálló volt a forma. Tágas volt, nagy autó volt, kényelmes, hatalmas csomagtartó, 600 literes volt egyébként a csomagtartója. Úgyhogy nekem ezek a Volvók, ezek a korabeli Volvók nekem nagyon bejönnek. 1966. augusztusában indult a gyártása. Itt is láthatjuk ezen a képen a legelső példányt, ez volt a legelső. És akkor még nem lehetett tudni, hogy ez lesz az első Volvo, amelyből több mint 1 millió darabot gyártottak. Ez a 144, ez egy sorozat. A 144 maga az a számozás, az azt jelenti, hogy az 1-es az a széria, tehát az első sorozatot jelöli, ez volt az első új sorozata a Volvónak. A 4-es, a második szám, ugye a 4-es, az a motor henger számra utolt, ugye 4 hengeres volt. A harmadik 4-es az meg az ajtók számára utolt, ugye az lehetett 2 vagy 5, tehát attól függően, hogy hány ajtós volt, 2 ajtós, 4 ajtós vagy 5 ajtós. Lapozzunk is egyet. Itt is ezen a korabeli képen egy Lengyelországban vagyunk, egy lengyel taxi. Novitarg városában 75-ös számú taxi. A 70-es években Lengyelországban a Volvo tulajdonosoknak volt okuk a büszkeségre. Itt a következő oldal lap alján még egy taxit láthatunk, ez is lengyel, de ez már egy másik városban. Ez 1981 telén készült ez a kép. És ebben az évben nagyon kemény volt a tél, ezért a többi autó sofőrje irigykedett a Volvosokra kiváló fűtés miatt. Itt azt írja még itt a kép alatt, hogy a Volvo márkájú kocsik nem csak biztonságosak voltak, hanem nagyon tartósak is, különösen a szocialista országokban gyártott autókkal összevetve, ezért kiválóan megfeleltek taxizáshoz. Itt fölül még van ez a kis kép. Itt ugye felülnézetből láthatjuk a belteret. Fejtámlát
1969-ben kapott az autó, ezért látszik, hogy ez fejtámlás, illetve hátul lehet látni, hogy hátul is van biztonsági öv. Úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra, ez ugye egyébként marketing fogás is volt, vagy marketing stratégia. Például a B-osztop fölött kapott még egy pluszba még egy merevítő acélrudat, ami borúláskor védte az utasokat, hogy ne nyomódjon össze a tető. Lapozzunk még egyet, és akkor itt láthatjuk az első szériának a műszerfalát. Ez még ez az úgynevezett szallagos műszerfal. A műszerfalat puha anyag borította, a kapcsolók és a belső foggantyúk pedig úgy voltak megtervezve, hogy ütközéskor ne sérthessék meg az utasokat. A kocsinak biztonságos kormányosztopa volt, ütközéskor teleszkópszerűen összehúzódott. Itt azt írja a kép alatt, hogy 70-es évek elején Észak-Korea a kormánya nagy számban vásárolt Volvo 140-es kocsikat. Állítólag soha nem fizették ki az árukat, de a kocsik a mai napig forgalomban vannak. És akkor el is érkeztünk a műszaki adatokhoz. Ugye a legjellemzőbb motor az az 1782 köbcentis 103 lóerős változat volt. 1979-ben a nagyobb modellfrissítéskor kapott új motort, egy 2 literes 1982 köbcentis 135 lóerős változatot. Egyébként minden évben módosítottak rajta, apró módosítások mindig voltak, minden évben, de 79-ben volt a legnagyobb. Na, és akkor lapozzunk még egyet, elérkeztünk a poszterhez. Itt egy mezőn, vagy itt egy szántóföld szélén leparkolva, egy egész jó kép lett. És akkor nézzük meg a képeket róla, oldalról, aztán szemből. Ugye ezek a nagy halogén fényszórók, ez nem volt széria. Ezt hát vagy rendelni lehetett, vagy utólagosan, vagy utólag beszerelni, de szériában ez nem volt kapható lámpa. De látható szemből, hogy hatalmas, ennek a változatnak hatalmas lökhárítói voltak. Ezt egyébként már a gyártás utolsó évében, 1974-ben kapta meg ezeket a nagy, úgymond biztonságos lökhárítókat. Itt ugye az ütközéskor ugye nagyobb energiát tudott elnyelni. Egyébként Amerikában nagyon örültek ennek a lökhárítónak, mondott egyébként is ugye egy nagy lökhárítók, Amerikában tehát kötelező a nagy lökhárító, és akkor nagyon örültek ennek a megoldásnak. Itt láthatjuk lefotózva a Volvo emblémát. Érdekességként, aki nem tudná, Volvo szó latinul azt jelenti, hogy gördülők. Aztán itt láthatjuk az ajtókat, ami szélesre, tágasra nyíltak. Ez a sűjjesztett kilincs. És itt láthatjuk ugye a műszerfalat, itt ennek a második szériának, vagy második, vagy modellfrissített változatnak ugye láthatjuk, már teljesen új a műszerfala. Itt egy mutatós, ilyen kerek mutatós óracsoportjai voltak. Még visszalapozza egy összehasonlítás kép, ugye ez a szallagos megoldás volt. Úgyhogy volt azért különbség. A fényszórót fotózták még le nekünk. Ugye itt a Volvo embléma megint csak ugye 1971-ben vált
változott műanyagra, fekete műanyagra lökhárító, illetve a hűtőmaszk. Talán itt jobban kivehető, hogy addig ez a krómozott megoldás volt. Hátul nézetből, ugye itt fekvőlámpás, ugye az előző 69 előtti verziók azok álló lámpások voltak, de majd a modellen látni fogjuk. Itt a motor. Ugye ezek a motorok bizonyultak egyébként a legtartósabbaknak is, ugye a legtartósabb motoroknak számítottak élhasználódás szempontjából. Aztán itt a csomagtartó, ez a 600 literes csomagtér. Aztán ugye a műszerfal egy távolabbi nézetből. És akkor el is érkeztünk az újság legvégéhez, ugye a retrótós grafika. Érdekesség még ugye a biztonsághoz visszakanyarodva, hogy a maga az első szélvédő az kettő darab üveglapból állt, és közötte a két üveg között volt egy fólia, ugye ez is a biztonságot növelte, például nem tudott ütközéskor, nem tudott berobbanni a szélvédő, és ezzel megsértve ugye az utasokat. Na, 115-ös lapszámban az is 21-25-ös volt. Hát sajnálatos módon nekem eddig van meg a 114-es lapszám, míg a több további darabokat nem kerültek beszerzésre, de rajta leszek, hogy ezt szeretném majd utólag beszerezni. Annyi, hogy a kiadótól már állítólag nem lehet megrendelni, tehát már nem postáz újabb darabokat a kiadó, úgyhogy majd így magánszemélyektől kell majd, ha minden igaz, beszereznem, de mindenképpen szeretném majd a maradékot is beszerezni. Na, nézzük is akkor a modellt, mert már jól elhúztuk az időt az újsággal. Hát ez egy ilyen nagyon szép citromsárga fényezés kapott. Egész jó, egységes, szép fényezés. Annyi, hogy sajnos ez nem korhű, ugyanis 1970-ben kapott két új színt ez a maga, ez a 144-es típus, méghozzá a sárgát és, ha jól emlékszem, a fehéret. Úgyhogy ez meg a korai változat, úgyhogy ez sajnos nem stimmel, úgyhogy ezzel a gyártó ezzel a színnel mellé nyúlt. Sokkal korhűbb, ugye a retrótós változat, ez a olajzöld vagy kerítészöldnek is szokták mondani. Úgyhogy ez így végül is, így ha a korhűséget nézzük, akkor ez így kár érte. Illetve nem kapott visszapillantó tükröt. Hát valóban egyébként a legelső szériák, vagyis itt a legelső példányok nem kaptak külső visszapillantó tükröt, de utána is 1968-ig csak itt volt ezen az oldalon, a vezető oldalon volt visszapillantó tükör, 1969-ben kapott a másik oldalra is visszapillantó tükröt, úgyhogy hát így kár, ez is még egy nagy kár, hogy nem kapott egy tükröt legalább erre az oldalra, de végül is az előnyét nézzük le, nem kell rá vigyázni, legalább nem törik le. Itt az eleje, ugye egy teli króm hűtőmaszkot kapott, sajnos nem árnyékolták a rács közöket, emiatt olyan kicsit gadi hatása van, de egyébként ezeket leszámítva egy nagyon szépen, mondhatné, hogy aprólékosan, részletgazdagon kidolgozott modell, így látható az oldalán is a Volvo embléma. Maga a kerék is nagyon szépen ki van dolgozva. A kilincsik szépen meg van festve, a kulcsjuk. Az ablakkeretek is szépen meg vannak festve elől. Oldalt is, hátul is, úgyhogy ezzel sincs probléma.
hátsó része. Lámpák nagyon szépek, ugye itt ezeket a záló lámpák láthatjuk, hogy az első szériás. Volvo felirat nagyon szép. Sőt, teljesen rendben van hátul is. A lökhárító annyi, hogy az első években teljesen krómozott volt, később kapott ilyen gumírozott fekete borítást, ez is ugye a rugalmasságot növelve. Még ami annyira nem tetszik, hogy ez a krómozott tanksapka fedél, hát ez elég egyszerűre sikerült megoldani. Itt ez kicsit jobban lehetett volna hangsúlyozni. De másik oldal is nagyon szépen rendben van. A beltér, hát itt a szélvédőn van egy festékpötty. De a beltér ugye az tiszta fekete, egyébként szépen ki van dolgozva, a szokás szerint ugye a kidolgozást illetően nincs probléma, szépen meg van formázva az ülés, a kormány, teljesen rendben van az ajtókárpit, rendben van a kidolgozása, ha meg lenne festve, vagy hát utólag is ugye szétet szedni, aki szeret ilyen festegetéssel foglalkozni, ezt még nagyon szépen ki lehet emelni. És akkor, hát még annyi van hátra, hogy lecsavarozom a talpazatról, és akkor megnézzük még az alját, meg összehasonlítsuk, és akkor be is fejeződik a videó. És akkor pillantsunk még rá itt talpazat nélkül is. Nagyon-nagyon, én egyébként nagyon meg vagyok felelégedve, nagyon szép a kidolgozása. Még talán nem említettem, hogy itt nagyon szépen van árnyékolva a hűtőnyílás, itt a zorrán nagyon szép a talán a ráfókuszál. A Volvo embléma talán így kicsit most ráfókuszált. Nagyon-nagyon szépen ki van dolgozva, egy nagyon szép modellről van szó. Kicsit itt a gumi el van csúszva a félnén, de majd ezt úgy helyre lehet igazgatni. Úgyhogy nagyon szép, én nagyon elégedett vagyok vele. Teljesen rendben van. Különösképpen nem tudok belekötni. Hát itt az alja, itt viszont olyan nagyon nagy kidolgozást nem kapunk. Annyi, hogy a kipufogó, az nagyon szépen ki van vezetve elejétől a végéig. Talán ezt egy króm filccel szépen lehet hangsúlyozni, megfesteni, és akkor ez még egy kicsit úgy feldobja, illetve az üzemanyag tartály látszik. Na nézzük meg akkor a retroautósat. Külön megmutatom így ezt is először. A kidolgozás az teljesen ugyanaz. Annyi, hogy a szín, ez egy ilyen olajzöld, vagy kerítészöld, ki, hogy kinek, hogy tetszik. De egyébként a teljesen ugyanaz a kidolgozás, ugyanúgy az emblémák, feliratok, minden ugyanúgy. Talán annyi, hogy itt a hátsó lámpáknak a színezése kicsit fakúbb. Itt látszik, hogy ezen a retroautóson sokkal erőteljesebb, itt meg ilyen fakóra sikerült a retroautóson. Vagy csak az idő szívta meg, nem tudom. Úgyhogy látható, hogy teljesen egyforma a kidolgozás. Az emblémák. Az eleje. Minden. Még a kerekek is ugyanúgy. Teljesen egyformák a kerekek. Az oldalán is a kidolgozás. Minden teljesen egyforma. A beltér is. A hátsó rész is teljesen egyforma, talán itt egy lámpát, amit itt az említettem, hogy itt egy kicsit fakúbb, de amúgy ugyanaz, és ugye másik oldala is, illetve ugye a zajja is teljesen egyformán van kidolgozva, úgyhogy hát így összehasonlítva ennyi,
Úgyhogy aki be akarja szerezni, akinek még nincs bent a gyűjteményébe, kinek melyik tetszik, talán ha a korhűség szempontjából a retrótós jobb, ez a sárga szín, ez ugye későbbi szín, de akinek tetszik mind a kettő, akár mind a kettőt be lehet szerezni. Hát nem a legkönnyebb beszerezni, de azért még szerintem innen-onnan Facebookos csoportokról, meg hát vannak sokan, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy azért be lehet szerezni, hogy az ember úgy utána keres, utána néz. Érdemes, aki gyűjti a Volvókat, érdemes, én mindenképpen tudom javasolni beszerzésre. Úgyhogy ennyi volt, én köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a bő 20 percben. Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, és akkor találkozunk egy legközelebbi videóban. Addig is nagyon szép napokat kívánok nektek, sziasztok!